turtin attaki igazak, és bátrak is. Bennem egy mozaik épül gyerekkorom óta. Apám, aki nem tudtuk, hogy művészet szerető, egy napon azt mondta, hogy elviszlek titeket a Szép Művészeti Múzeumban. Azt se tudtuk, hogy mi az, de minden esetre egy gyönyörű, szép épület, szép oszlopok, minden. Szamogok ott apám mellett, és akkor lassan fölnézek, és egy gyönyörű, szép, hófehér női aktot látok ott, és egy olyan boldogság érzés jött rám, hogy mai napig is emlékszem rá. Az édesanyám viszont ugye egy művészileg megáldott teremtés volt, először is nagyon szép volt. És egy szép napon azt mondta, de akkor már mondjuk már asztalnál ülő gyerekek voltunk, akik három fogásos ebédet megettünk, talán lehet, hogy már majdnem az iskola korszakban. Na, ma lerajzolak benneteket. De valami olyasmit éreztem, amit most tudok regisztrálni csak, hogy ilyen csodálatos dolgok is vannak az életben, hogy lerajzolni. Mert láttam ott, és elkezdte az anyám fölülről, és láttam azt, hogy a fivéremnek a homlokából kinőnek a hajak. Hát ez volt a másik ilyen csodálatos élményem. Nem határozott céllal kezdtem el a festészetet, hanem csak annyit, hogy milyen színeket szerették éppen ebbe a pillanatba, és azokat kezdtem fölfesteni, és akkor egyszer csak elindul a kép, és akkor már mintha diktálná valaki. Karlovszkihoz vettek föl, aki akkoriban egy úgy mondták, vaskalapos akadémikus volt. Leült a modell, és megmondták, hogy életnagyságba kell ceruzával rajzolni. A mester leült, és hát mellette álltam, mint tejfelszájú kis kölyök. Kétszer fölnézett, és azt mondja, hát mi az maga, másod vagy harmadéves? És az, hogy a Karlovszkit 1936-ban nyugdíjazták, az azt idézte elő, hogy megindult a küzdelem, hogy kik kerüljenek be. Szőnyi először 38 telén jött be az osztályba, odafordultam hozzá, és azt mondtam, hogy hát szeretném, ha megmagyarázná nekem, hogy mit neveznek modern festészetnek, és mit neveznek tónusfestészetnek, vagy stb. És hát akkor azt mondta, hogy hát ott nyilvánvaló a tónusfestés az, hogy
ahol árnyék van, ott az árnyékot fest az ember, és a megvilágított rész az világos a festés, hát nyilvánvaló élénkebbre is. Tehát, de a világos és sötét dominál ebbe a dologba. A modern festészet pedig az, hogy a színek, a kontraszt színek választják egymást el, és azok képzik a térhatást. '39-ben is, mint minden évben, meghirdették a Homai ösztöndíjat. Már ugye nagyon bohús volt az ég, és látszott, hogy itt komoly háború is lesz. A nagy öröm barátommal jöttünk haza egy tájképfestés után, és mondom neki, na, ödön, mondom, most itt elválunk, de úgy kössön a nadrágodat, hogy ha megnyered a Homai ösztöndíjat, akkor tovább élhetsz egész biztosan, és ez rám is vonatkozik. Végig utaztuk egész Rómát, és megnéztük mindazt, amit a Szőnyi mondott, hogy meg kell nézni, és ott láttuk meg Masaccio-t és Piero della Francescát, csodálatos festők. És én a Masaccio vonalán próbáltam elindulni. Természetes nekem is eszembe jutott az, hogy az én festészetem egyénie vagy nem, vagy lesz-e egyéni. A képnek kvalitásosnak kell lenni, és ha ezt a szót ki lehet mellette mondani, akkor az egyéni is lesz. Itt a kvalitás, ez nem van egyszer, hogy jó a rajz és szép színbe, hanem jó alapra fessen az ember, jó anyaggal, tehát az minden nagyon drága dolog, ugye, mert enélkül elpusztul a kép. '43. április 8-án. Behívtak, és azt mondták, hogy ha bezupálok, akkor rövidesen zászlós leszek. Tehát megmondtam nekik, hogy nézzék, hát sajnos nekem egy hivatásom van, és hát én így nem. De egyébként mögöttem állt a Ferenci ezredes, alezredes bácsi, aki engem már jóval előbb beírt a művészek, a kiváló művészeknek a névsorába, hogy azokat nem engedi behívni, tehát én is ott voltam. Én 3 kollégámat akartam megmenteni. Az egyik az a Szabados Jenő volt, aki egy vallásos családból származott, a fivére plébános volt itt valamelyik faluba. Egyszer lementem a főiskola alsó részeibe, és látom őt ott, hogy rámolja ki a szekrényét. Mondom, mit csinálsz? Hát azt mondja, megyek haza, mert behívtak. Mi az, hogy behívtak? Mondom, hát ide figyelj, hát itt van a szilvási százados,
a Szilvási nénak a férje, ez ki tud téged venni a menet oszlopból. Én el tudom intézni, hogy téged leszerelnek is. Égre néz, és azt mondja, hogy én oda megyek, ahova a jó Isten küld. Flektifuszba halt meg az orosz fogságba. Másik a nagyödön volt, akit hát nem tudtam megmenteni, mert ő rögtön elkapták őt. Berény Robertet pedig ott dugtuk el a Szent Iványi műtermébe. Csináltunk egy ilyen lelógó izét, és ő ott heverészett. Aztán mi ott festettünk, de azért, hogy akkor ilyen csoportokba mentek ezek a nyilasok is, és hát hogyha bejönnek, akkor hát dolgozunk meg minden, hát most mit akarnak, hát mi látszottajtok, mi nem vagyunk zsidók, meg minden. Időnként aztán kijött, és hát nézte a képeinket, és azt mondta, hogy hát azt mondja, ide figyelj, itt annyi szín van, azt mondja, hogy több képet lehetne ebből festeni, de azt mondja, ha egy kis kóklerség lenne benned, akkor biztos, hogy nagy festő leszel. Én az emberi élet végső korát meg fogom élni, és mindig élénken fogom az érzelmi életemet élni. Nem fogom elveszteni a kapcsolatomat az emberekkel. Hát én magam részéről átéltem a holokausztot, mert mikor meghalt 44-ben a feleségem, akkor én az utolsó 3 hónapot, 40-es években arra szenteltem, hogy minden rászorulnak segítsek. Ez nem azt jelenti, hogy csak a zsidókon segítsek, hanem minden rászorulnak. Itt volt kérem szépen 15 kolozsvári orvostan hallgató, akik Kolozsvárról ide jöttek, hogy folytassák a munkát. És hallottam, hogy őket ki fogják Halléba vinni, ahol a legnagyobb bombázás volt akkor éppen. És akkor azt mondtam nekik, hogy nem fognak nektek, nem fogok. Bementem a Lipót mező főigazgatójához, és azt mondtam, figyeljen ide, uram, itt van 12 kolozsvári orvostan hallgató, ezek már majdnem szigorlók, mondom. Fogadja be őket, és meglátja, hogy nagy segítsége lesz. Befogadta. Tehát mindig volt annyi szemfül bennem, hogy figyeltem, hogy a nép az hol tömörödik, és akkor tudtam, hogy ott fogdossák az oroszok. Mert láttam egyetlen plakátot, az a Szemlőegy utca sarkán volt, és elolvastam az egész úgynevezett fegyverszüneti megállapodást, amit a Tildiék csináltak az oroszokkal, és ottan megláttam, hogy 300 ezer embert kell adnunk a újjáépítésre Oroszországba. Gondoltam magamban, ez nem én leszek. Ez nem leszek. Először is nem harcoltam az oroszok ellen, mert ugye ösztöndíjas voltam akkor, meg minden. Senkire nem hallgattam, csak magamra. Arra sem, mikor a
páncélgránátosokhoz kellett volna, arra sem, mikor be kellett volna lépnem a Amerikánába, akkor sem, mikor a nyilasok, csak ilyen ember kell nekünk, mindenben ez nagy. Mindenkinek ilyen ember kellett, de egyik helyre se léptem be. És azóta se léptem be egyetlen pártba senki. De nem azt mondom, hogy bizonyos pártokat nem tisztelek, nagyon is. Ez nem azt jelenti. Hát, ilyen az élet. Meghívtak minket, pont az 56-os dicsőség, emelkedés és segítésére egy kiállítása pont a Musée L'Art Moderne-ben. Teli volt az egész Párizs, ugye magyar menekült festőkkel, meg fiatal festőkkel, és mindenki azt mondta, hogy hát hogy kerültette ide? Hát mondom, én nem a szöges drótot másztam át, de az is egy elég szöges drót volt, de mégis átmásztam, és én hivatalosan jöttem ki. A Pont Neufnél a legeklatánsabb helyen ott volt a műtermem, és ha kinéztem, akkor láttam a Párizsi Tudományos Akadémia kupoláját egészen az Eiffel-toronyig. Minden nap úgy csináltunk, hogy vettük a vázlatkönyvünket, és elmentünk, de nem együtt, valahova. És ha valami érdekeset meglátunk, akkor azt szépen megrajzoltuk. Hárman ültek egy asztalnál, egy olyan kövérkés, már sokat megélt, ilyen kis olyan kupleros néninek nézett ki, tokával, meg mindennel, és szembe ült vele egy gyönyörű szép lány. És amval szembe pedig egy ilyen álnélküli kis kripli, és lehetett látni, hogy magyaráz az illető hölgy, magyarázzam, hogy ezeknek valahogy egybe kell kelni, hogy ki mit kap ebből, vagy valami ilyesmit minden esetre. Ezt rajzoltam le, de úgy arckifejezéssel, mindennel együtt. Tehát tulajdonképpen impressionista kép. Megtaláltam mindig azt a pillanatot és pontot. Volt, amikor ha ide jöttem, leültem, és most semmit nem fogok tudni csinálni. Fogtam magam, és elkezdtem színeket, ami éppen nekem a legjobban tetszett, fölfesteni egy vászonnal. És egyik pillanattal a másikra egyszer csak eszembe jutott az, amit bennem volt, de ezt szavakban nem tudtam volna megfogalmazni, és onnan kezdve már majdnem azt lehet mondani, a galopp tempóba fejlődött a kép. Volt azonban olyan, ami olyan izgalomban hozott, hogy abba kellett hagyni is. 10 évig nem tudtam folytatni. Tehát ez egy olyan folyamat, amit mondjuk egy ilyen természethez meg kell találni a gesztusokat, hogy lehet ennek a gyöngéit, meg erősségeit kifogni, hogy hát például van egy képem, a úgynevezett Kossuth híd, amit mentem át, és pont akkor volt az, hogy betiltották a szerzetes rendeket. És így oldalt néztem, és egy feketébe öltözött apáca, szél fújt, fogta magán össze és ment, és közben elment egy biciklista, egy munkás ezen a hídon, így. Ez bennem
úgy megragadt, hogy ahogy a műteremben éreztem, ezt megfestettem. És az olyan hátul látni a Margit hidat, ahogy festik pirosra, tehát már azt már megcsinálták, viszont ugye az egyház ellen csinálták ezt az agressziót, és ez azért mondom, hogy utolsó, mert azt le kellett vetni, ezt a fekete klepetyust, viszont ez egy drámai kép. Az élet drámáját egy pillanat alatt fölfogtam, és ezt megcsináltam. Meg is van. Érdekes mondat van az én életrajzomban, amit nem én találtam ki, hanem egy idegen kritikus, hogy a pillanatnyi meglátást én aztán művészetté formálom. Ez annyit jelent, hogy ez nem egy natúra, ez nem egy naturális realizmus, hanem ebbe bele van építve az is, hogy akkor azt a képet milyen lelki állapotban festettem. Általában megállapították, hogy különösen német kritikusok, hogy az én festészetemben nincs semmi szőrszál hasogatás. Mindenből annyi van bennem, hogy az kiegészíti egy egészét. Ezt a harmóniát persze abszolút nem éreztem. Bár impressionista alapon álltam, és azokat a képeket, amin nem lehetett látni a kozmikus sugárzást, az impression, azt én nem becsültem, mert az impressionizmus az egy fölfedezése a szabad természetnek. Műtörténészek mindig próbálták mindenféle vonalakkal lehúzni a műremekeket, hogy megmutassák, hogy készült az a... Nem volt látványos, és nem volt érthető az egész. Mert nincs is fogalmuk a festészetről, ahol van szó. Úgyhogy, mert tulajdonképpen festészet sem más, mint egy dologból származik, a szeretetből. És ez a úgynevezett szeretet, ez nem kurblizható. Nem majd én magamban megkurblizom a szeretet. Nem kurblizható. Egy kép legyen szép. A szép pedig az életnek a kezdete és a vége.